minden évben lezárjuk így, ez az utolsó alkalom, hogy így együtt vagyunk, utána már nem is edzünk, hanem most 2 hét pihenő van, és január elején kezdünk újra. Tehát ez igazából az évet lezárjuk, együtt vagyunk, ajándékozunk. Moson-Magyaróváron ölesléptekkel haladunk előre. Öröm volt látni ezt a sok gyereket, már tavaly is, tehát egy jó úton haladunk. Akkor nem nehéz, hogyha a szervezett körülmények között tudjuk őket foglalkoztatni. A gyerekek nagyon érzékenyek arra, hogy milyen szakmai munkát végeztetnek velük, illetve ők is érezzék azt, hogy évről évre fejlődik minden. Volt semmi sport még az életemben, de nagyon szerettem volna sportolni, és tévében nagyon sokat néztünk kézilabdát, és nagyon megtetszett, és ezért elkezdtem kézilabdázni. Nagyon szeretem a csapatomat, nagyon jó edzések, nagyon jó edzések vannak. Szerint voltunk az ovisokkal. És itt megtetszett. 2 éve, és ezért szeretem, mert jó játékok vannak benne. És azért most szeretek sportolni. Én itt nagyon-nagyon szeretek kézilabdázni, és szeretem az edzőket. Annyira régi motoros vagyok, hogy jövőre leszek 50 éve, hogy edzősködöm. A gyerekek nagyon sokat jelentenek, hiszen utánpótlás nélkül nem lehet felnőtt csapatot sem létrehozni, egyszer csak megnőnek. Éppen most végignéztem a gyerekeket, volt, aki szivacs kézlabdás korából van itt, most már felnőtt lányként. Ez egy nagy öröm egyébként. Sziget Közsport.